A topolyai önkormányzat kezdeményezésének köszönhetően az idei évtől két egyenrangú első díjat adományoznak. Az egyiket ezek közül Kadvány Kitti, a másikat pedig Nádor Virág Anikó érdemelte ki. A Topolyáról Magyarországra elszármazott gyógyszerész mindig örömmel ragad fényképezőgépet, amikor hazatér szülővárosába. A vörös hagymának a virága, és ezt akkor fotóztam, amikor hazajöttem, és lementem a kertbe. És akkor láttam, hogy milyen szépen hatalmas virágokkal van a vörös hagyma a kertbe, és tele volt bogára. Mondjuk itt ez most egy bogármentes kép, de úgy van fényképezve, hogy két kép van egymásra fotózva, tehát attól látszik ilyen elmosódottnak. A Topolya a részletekben lakozik fotópályázat 13 évvel ezelőtt indult útra. Azt szeretnénk, hogyha a pályázaton résztvevők megmutatnák Topolyából azokat a kis apró részleteket, amelyek mellett lehet, hogy elmegyünk minden nap, és nem vesszük észre, közben csodálatosak, nagyon szépek, és azt szeretnénk, hogy megmutassák a résztvevők azt a fényképeken keresztül, hogy mitől élhető ez a város, miért szerethető ez a város, és kinek mit jelent Topolya. Topolya község önkormányzatának a javaslatára a könyvtár elfogadta, hogy ezentúl két első díjat adományoznak, mondta Tomik Nimród, a községi képviselőtestület elnök helyettese, aki helytörténeti kutatással is foglalkozik. Két fotózásban és filmkészítésben megkerülhetetlen szeméről neveztünk el díjat, Rind Istvánról és Egri Józsefről. Ők hosszú évtizedeken keresztül fényképezték, illetve filmezték Topolyát, és nagyon örülünk annak, hogy róluk díjat tudtunk most elnevezni. A fényképkiállításon második díjat kapott Veszna Vujicsics, a harmadik helyezett pedig Szeld Ajdari lett. Külön díjban hatan részesültek.